szeretet lényege az együtt. A veled, a velünk. Köszönöm nektek, kik ismertek, hogy rám is figyeltek, hogy a lelketekből egy darabot ide tettetek. Szebb tőle a napom, és jobb a lelkemnek, hogy ti mind körülvesztek engemet. Mondhatnék bármit, milyen az élet, hogy az emberek mi érzéketlenek, míg ennyi ember szívében van fény, addig sosem hal meg a remény. Thank you.
Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Nem adom fel elnevezésű jótékonysági esten, amely egy igazi civil kezdeményezés Szalkai Dávid gyógykezelésének támogatásáért, mindennapjai megkönnyítéséért, életminőségének javításáért. Dávid története, betegsége és küzdelme szerintem sokak előtt ismert, de azért a mai estén a sok-sok zene mellett néhány fontos momentumot megosztunk majd Önökkel. Néhány pillanattal ezelőtt Tóth Orsolya segítségével láthatták is Dávidot, családját, barátait. És bár ez a 25 éves fiatalember ma testben nem lehet itt velünk, lélekben biztosan itt van, hiszen ő is nagyon nagy izgalommal készült erre a mai napra. Ő szülei szemefénye, s akikre így együtt nagyon is igaz a rendezvény címe, Nem adom fel. A mai színes estén zenei körutazáson, amelynek során számos amatőr művész mutatja ki tiszteletét és szeretetét a család és Dávid iránt, egy ilyen dal is elhangzik majd. Előtte azonban egy ajándék, méghozzá Szalkai anyukának, Marikának, Dávid nevében. Cserháti Zsuzsa gyönyörű dalát a serényfalvai Mikó testvérek, Nikolett és Laci adják elő. Hölgyeim és uraim, színpadon tehát a Mikó testvérek fogadják őket. Nagy szeretettel!
Zeneiben megdaptam egy kósza csillagfény. Rájöttem az életem, hogy örök kitart még. Szeretlek téged, egy dalban mondom el, ezt hogy mondjam el. Régóta várom azt, hogy eljössz hozzám. Tudom, hogy szerettél, de mégis elmentél. Úgy fáj a magán, gyere vissza én hozzám. És remélem, hogy a szívünket másra talál. Bár én itt vagy körülmények, mi hiszed? Rájöttem, hogy rossz nélküled. Elszállt a nyár, így most minden más. Nincs, aki engem mindig vár. Kevés a szó, a szívem fáj nagyon. Tudom, hogy most is rá gondolsz. Köszönjük szépen! Egy jel, a zene az kell, hogy ne vesszük el, hogy mégse adjuk fel. Mert a jó, a rossz csak szól, olyan, ami sokszor változó. De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy. Fajta szokás, de hogy
nevét betűkkel leírva, és kézjelekkel elmutogatva és jelelve is. A színpadon a Sikátek és Nagyot Hallók Országos Szövetség, Borsod megyei szervezet, jelnyelvi flashmob csapata látható, akik örömmel vállalták a fellépést a mai rendezvényen, és nagy-nagy köszönet érte nekik. Hallássérült embertársaink napi kommunikációjában az imént látott jelnyelv elengedhetetlen, de nagyon jó lenne, ha mi hallók is nyitottak lennénk erre a világra, és legalább az alapokkal tisztában lennénk. Így most egy kis közös gyakorlás következik a mai jótékonysági esten. A csapat tagjai már közelebb jöttek a közönséghez, és egy mindenki által ismert népdalt, a Tavaszi Szél Vizet Áraszt című éneket fogják együtt előadni, énekelve jelenve, és remélhetőleg a második felvonásban már önök is részt vesznek majd. Következik tehát a Tavaszi Szél Vizet Áraszt. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. Te engemet, s én tégedet, virágom, virágom. Ez volt a gyakorlás. Hogy mit kell a következő dal alatt önöknek is elmutogatni, úgyhogy bátran arra kérem önöket, hogy vegyenek részt ebben a játékban, és ebben a nagyon-nagyon komoly műfajban, hiszen jelenni megtanulni tényleg nagyon-nagyon nehéz. Próbáljuk meg együtt. Következik még egyszer a Tavaszi Szél Vizet Áraszt. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. Te engemet, s én tégedet, virágom, virágom. És pedig következik a mai este jelmondata a Nem adom fel, különleges formában hang és kézjegyekbe öntve. Nem érhet el.
de ami így kezedet fogja, néhány olyan igazi jó barát, engem semmilyen előkészítése és lebonyolítása során nem számított a kor, a felekezet, a pártpolitika, az, hogy ki milyen rangban, tisztségben, beosztásban és hol dolgozik. Hogy sok pénze van, vagy kevés, csupán egyetlen számít, hogy a szíve milyen nagy és mennyire jó ember az illető. Itt most rengeteg nagyon jó ember van, akik az estéjüket és szívből jövő adományaikat Dávidnak szentelik. Köszönet érte önöknek és az est ötletgazdáinak, az Újkazinci baráti kör lelkes és akadályokat nem ismerő tagjainak, akik a rendezvény szervezői, illetve az együttműködőknek, a Gyógyító Jó Szándék Alapítvány, a Lakózat Nozdra Kreatív Csoport, valamint a Blues Barátok Csoport képviselőinek és tagjainak. Na és természetesen a fellépőgárdának, akik az első hívó szóra azonnal igent mondtak a felkérésre, tiszteleti, úti költség és egyéb juttatások nélkül. Nekik köszönhetően ma műfaji tekintetben is nagyon sokszínű zenés-táncos est vár ránk, zömében amatőr művészekkel, akiknek közös jellemzője a zene szeretete és az önzetlenség. A szervezők első hívó szavára igent mondtak, sőt, büszkék rá, hogy ma itt önöket szórakoztathatják, jótékony céllal és tiszta lélekkel. Most egy ózdi zenekar következik rövidesen, remélem nem csak a fiatalok és persze Dávid kedvencei lesznek, hanem az idősebb generáció is szívesen hallgatja majd őket. A csapat ebben a felállásban fél éve játszik, átlag életkoruk 16 év, és mindnyájan imádják a zenét. A blues, a rock és a jazz területén is jeleskednek, és Miskolcon, Kazincbarcikán, valamint Ózdon is gyakorlatilag fellépnek. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, most két számmal következik a New Bacon zenekar. Nagyon jó szórakozást kívánok önöknek! Thank you.
What's your cirpa? Kedves közönségünk, említettem önöknek, hogy a mai egy civil kezdeményezés, immáron nem az első, és ismerve a szervezőket, nem is az utolsó. A közelmúltban például jótékonysági bált rendeztek a kórház hospice osztályának támogatása céljából, majd megismerve Dávidék történetét gyűjtésbe kezdtek, hogy könnyítsenek a család terhein. Legutóbb a sportolókat is bevonták ebbe a nemes ügybe, a kazincbarcikai futballklub, a bronzérmes VRCK felnőtt röplabda csapata és a Sajóvölgyel focisuli egyaránt segítette a kezdeményezést, továbbá a barcikai nőtagozat és a nyugdíjas tagozat is. Bizonyára sokan nem tudják, de Dávid mindamellett, hogy gyógyíthatatlan izomsorvadásban szenved, megpróbált teljes életet élni. Elvégezte az általános iskolát, majd a család, a barátok és a surányi diáksága tanári kara segítségével érettségit és szakmát is szerzett. Aztán tavaly sajnos egy súlyos szövődményt, tüdőgyulladást kapott, és emiatt 9 hónapot volt kórházban. Itt szülei, családja, barátaik tartották benne a lelket, kiemelten 2 jó barát, Teisz Károly és Spák Gábor. Küzdeni akarását jól bizonyítja, hogy május 13-án, a 25. születésnapját már szerettei körében, Mócsonyban tölthette, és most az elkövetkező nagy közös cél, hogy lélegeztető gép nélkül élhesse újra mindennapjait, ha nem is úgy, mint egy átlagos fiatal, de jóval szabadabban és nem géphez kötve. Mindehez azonban még sok idő, türelem, akarat és gondoskodás szükségeltetik. Ehhez tudnak önök adományaikkal segítséget nyújtani, akár még a szünetben is. Most azonban egy kis igényes és szép mozgás következik az idén 15 éves születésnapját ünneplő Flashtán stúdió jóvoltából. Bencz Zoltán és tanítványai, akikkel egyébként már a nyitó produkcióban is találkozhattak, kedvelt fellépői a város és a térség rendezvényeinek, de számos rangos táncversenyen is kiemelkedő eredményeket értek el, így a közelmúltban is, amihez szívből és szeretettel gratulálunk. Hölgyeim és uraim, a folytatásban, a színpadon a Flash Táncstúdió felnőtt csoportja.
Cause you love me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was bound to your gaze. Yeah.
Lifestyle Studio Bencé Zoltán művészeti vezetővel. Belépéskor már nagyon sokan váltották támogatásukat adományi jegyre, de a rövidesen következő szünetben még újra lehetőségük nyílik erre. Nagyon fontos információ, hogy a La Cosa Nostra kreatív csoport jóvoltából az adományozók között amatőr képzőművészeti alkotásokat sorsolunk ki, melyeket a szünetben meg is tekinthetnek, méghozzá az előcsarnokban, ott a pihenő részben. Hoszteszeink és a szervezők készséggel állnak szíves rendelkezésükre. A jegyek egyébként több funkcióra is szolgálnak, ha megnézik. Egyrészt ugye a sorszám alapján Fortuna segítségével egy egyedi alkotás gazdái lehetnek. Egyébként a sorsolásban mindazok részt vesznek, akik már mondjuk a mai napon megváltották a jegyüket, de esetleg csak a virtuális valóságban nézik majd vissza ezt a mai jótékonysági estet. Mindemellett azért fontos még megtartani, mert az azon szereplő számlaszámon keresztül újra támogathatják Dávidot, végül pedig egy apró emlékként is szánjuk a mai napról, a nagy lelkűségükről. Most pedig, kedves vendégeink, egy újabb formációt jelenthetek be önöknek, egy triót, akik egy nagyon különleges hangzásvilágot képviselve szeretnék szórakoztatni önöket. Következik a színpadon Svéd Mátyás, akinek a nyitány részeként csodás hegedű szólójában már gyönyörködhettünk, valamint Pécsi Máté és Demes Soma. Ők a Raudio Aktív formáció. Nagyon jó szórakozást kívánok! Jó eset kívánok mindenkinek! Első számunk a Pearl Jam bandától az Even Flow. Freezing, brushes and all pillow made of concrete. Maybe he'll see a little better Saturdays. Oh, hand out. Visit that TC stomach and take familiar. Ooh, yeah. Oh, dark green. He can tell when he's happy, he looks insane. Thank you.
fel a könyvtől az autó és szerepet. Tudják a telen jöttem és a forgó szél előtt jöttem. Haladtunk a tenger, szemben a nap zuhan. Nyerjük a csíkokat és a világbajkot szellemény soha. Tényleg jó engem az azban, ötven nincs baj, nincs maradban. Senkivel, ilyen úrban fogják a fáponok a módszerek. Hogy láss csodát, láss ezer csodát. Lásd az elcsodát. Vés pupillákkal vállamra ördögül, ballal elpöckölöm az élet jobb hiány. Egyedül autó és szerpentinek megy nyitomja merre a kócos kis romantika. Egy fogával a szívembe van. Öppen nincs baj, nincs haragban senkivel. Két úrban szögyek a fátonat a bucsát. Hogy láss csodát, láss ezzel csodát. Láss ezzel csodát. Láss ezzel csodát. Zúgják a plákonak a bucák. Hogy láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát. Láss ezer csodát. Következik, 15 percre terveztük. Ez idő alatt az előcsarnokban Polgári László gyönyörű gitárzenéjét hallhatják majd. Természetesen rendelkezésükre áll a büfé, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy adományjegyeket még mindig válthatnak, méghozzá a ruhatári pultnál négy helyen is várjuk nagy tisztelettel és szeretettel Önöket, vagy nagyon fontos, hogy az adományjegyeket eltegyék a zsebükbe, hiszen a második részében a mai jótékonysági estnek sorsolásra is sor kerül, és ha kíváncsiak arra, hogy milyen extravagáns művészeti alkotásokat lehet hazavinni, akkor az előcsarnokban ezt is megnézhetik. Nagyon jó pihenést kívánok a szünetre, és visszavárjuk Önöket a csengőszókor. Got my head spinning.
Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, ezzel a gyönyörű dallal köszöntjük Önöket a Szalkai Dávidért rendezett jótékonysági est második felvonásában. Vandula Juditot hallották, akit Nagy József kísért. Judit évek óta fellépője iskolája a surányi rendezvényeinek, de csengő hangját sokszor más eseményeken is hallhatjuk, így a mai napon. Most egy kicsit műfajt váltunk, és egy olyan különleges dal következik, mely népdal alapokra épül. A színpadon Bandula Judit és Nagy József. Thank you.
már megismerkedhettek, most kérem, hogy ismerjék meg a rendezvény támogatóit is. Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik anyagilag vagy egyéb adománnyal segítették a rendezvényt. Az Ambrózia étterem és panzió, az Aranyi Mérleg gyógyszertár, a Barci Kard Kft., a Barcika Prima Kft., Borga Andrásné, az egyes számú posta, dr. Gór Ildikó, a Hergolyai Népbolt, az Irinyi János Református Szakközépiskola, a Játékvár óvoda, a Jégvirág cukrászda, a Kalász László általános iskola, Kecskésné Hava Éva, a Kultúrkuckó Csízi Gyula vezetésével, a Litoplán Kft., Tóth Zoltán vezetésével és Badalik Zsolt grafikus, Lőrinc Péter és családja, a Mazsokó Édesség Nagykereskedés, a Múcsonyi Művelődési Központ, Pásztor László, a Raffael Gyógyszertár, a Raffael Virág, dr. Szalhavalit Kalil főorvos, a Teljes Életért Egyesület és Tóth Orsolya. A rendezvény kiemelt média támogatói a Barcikai Históriás, a Barcika Press, a KVTV, az opont.hu, a sajomente.hu, a BRTV és a Superinfo. Köszönet a rendezvény fellépőinek, és nem utolsó sorban a háttérben és az előtérben tevékenykedő aktiváknak. Mindegyikőjüknek közösen egy nagy tapsot szeretnék. Folytatódjék a műsor, méghozzá egy nagyon közkedvelté vált csapattal, akik egy különleges hangzásvilágot és látványt csempésznek a mai estébe. Amint széthúzódik a függöny, már fogják is látni, hogy kiről van, kikről van szó. Hiszen ez a gospel együttes az elmúlt években igazi nagy karriert futott be itt a városban és a térségben, hiszen ma már nincs olyan rendezvény, ahol ne vennének részt. Kérem, köszöntsék nagy-nagy szeretettel és tapssal az In Aeternum Gospel Ének Együttest. Ők következnek most. Thank you.
szépen még egyszer ezt a fantasztikus produkciót, és hogy itt voltak a mai jókatőságjásban. Kedves közönségünk, hát stílszerűen is érkezhettem volna egy olyan sporteszközzel, amit mindjárt kolléganőm be fog idehozni, de úgy gondoltam, hogy ebben a magas sarkú cipőben nem biztos, hogy ezt megpróbálnám. Ez első ránézésre egy gördeszka. Tulajdonképpen második ránézésre is az, mert minden olyan funkciót jelenleg is lehet rajta használni, ami egyébként egy gördeszkára jellemző. Ám ilyen gördeszkája biztos, hogy nem lesz senkinek, hiszen ez egy nagyon különleges, egy amatőr művész által elkészített és nagyon különleges technikával előről is, meg hátulról is megdíszített deszka. Hát ezt is el lehet vinni tőlünk a mai napon, mert rövidesen következik a sorsolás. Úgyhogy Andikát megkérem, hogy ezt most már nyugodtan hagyja is itt, ne gördeszkázzon, mert lehet, hogy az ő cipőjében sem menne ez most olyan jól a színpadon. Egy viszont biztos, hogy mindemellett még 10 ajándékot fogunk majd kisorsolni, mert hogy a La Cosa Nostra kreatív csoport 10 tárgyat ajánlott fel, aztán most a kezdés előtt érkezett még egy ajándék tárgy a K&H Bank jóvoltából, aki egy Bacsó István alkotást küldtek nekünk, így 11 sorsolásra kerülő tárgyunk lesz majd. A La Cosa Nostra kreatív csoport részéről Dobos Norbert, Bíró Lackó, Verebélyi Diana, Nádudvari Tamás, Csűrös Dávid, Rát Virág és Kamarás Evelin azok, akik alkottak és ajándékba adományoztak. Nem tudom, hogy megnézték-e a tárgyakat. Nagyon sok érdekesség van köztem. Az én egyik kolléganőm azt mondta, hogy ő például az egyik jelmezt szeretné megnyerni, hogy mindez összejön-e neki az a következő percekben kiderül. Mert hogy most arra kérnék mindenkit, és közben egy kis halkaráfestő zenét fog majd a kollégám bekeverni, hogy még jobb legyen a hangulatunk, és fokozzuk is az izgalmakat, hogy mindenki nyúljon a zsebébe, készítse elő azokat a belépőjegyeket, adományjegyeket, amelyek ugye sorszámmal vannak ellátva a jobb oldalán. Amikor önök ezt megkapták, akkor ugye annak az ellenpéldája, mint egy klasszikus tombola sorsoláskor, benne maradt a tömbben, mi már ezt mind kiszakítottuk, és elhelyeztük egy nagy urnába, a sorsolást ez alapján fogjuk végezni. A szabályok nagyon egyszerűek, ki fogunk húzni egy számot, remélhetőleg itt lesz a szám tulajdonosa, de ha nem, akkor sem húzzuk újra, hanem azt az ajándékot neki eltesszük, és a helyi médiumokon keresztül majd közé tesszük, hogy melyek voltak a nyertes számok. No, meg természetesen a közösségi portálokon is, hiszen az elmúlt időszakban azért elég aktív kampány folyt ezek keretében is. Tehát 11 húzás történik majd, és a 11 ajándék tárgyal úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk terhelni önöket, hogy fel kelljen jönni ide a színpadra, meg kimászni a sorok közül, úgyhogy két kolléganőm a bal oldalt és a jobb oldalt fog majd segíteni. Ők átvesznek majd egy borítékot Andikától, abban benne lesz majd a nyertes tárgynak a megnevezése egy sorszámmal, és a jótékonysági est után lehet majd ezt átvenni, vagy ha most nagyon sietnek, akár a holnapi napon is megtehetik. Holnap nem, mert szombat van. Akkor hétfőn. Jó? Tehát ennyire egyszerű lesz ez a történet. Mi mindig azt szeretnénk kérni, hogyha itt van a nyertes, akkor legyen olyan kedves feltenni a kezét, hogy tudjuk, hogy ki az, akinek visszük majd a borítékot. Ő kiküldi, így mindenkit bevonunk majd a játékba, kiküldi a jegyét, leellenőrizzük, mi meg visszaküldjük a jegyet a borítékkal együtt. Ez így rendben lesz? Akkor most következzene a sorsoláshoz a legfontosabb tárgyak. Ugye van egy sorsoló gömbünk, ebben minden ellen példánya benne van az eladott jegyeknek. Itt vannak a borítékaink, amelyek majd természetesen gazdára találnak reményeink szerint. Már csak egy dolog hiányzik. Hogy micsoda? Hát valaki, aki sorsol, ugye? Az a baj, hogy annyira meg vagyok vakulva itt, hogy nem látom, hogy van egy gyerkőc a sorokban. Na gyere, légy szíves! Téged onnan elkérhetlek kölcsönbe? Egy kicsit. Mert hogy ugye úgy szoktuk csinálni, hogy
ártatlan, szemű, szűzkező leányzók vagy fiatal emberek szoktak segítkezni nekünk. Hát neki egy kicsit magas lesz, úgyhogy majd Andika segít. És akkor kolléganőim is remélem, hogy itt vannak. Így van. Ja, hogy te így segítesz, mert közben van egy kis súlyemelő feladat. Jó, rendben. Oké. Okay. Nos, akkor ez az első ajándéktárgyunk. Csürös Dávid álomfogó című képe, egy airbrush kép. Ne menjél el, mert a miénk lesz majd mindegyik. Húzás, egész pontosan a tiéd, képzeld el, Andi néni segít neked. Ad nekem a szelvint. Nagyon szépen köszönöm, ide az ujjamhoz. Köszönöm szépen. Tehát a kivetítőn látható kép az első nyertes, és a 721-es sorszám a nyerő. 7121. Nem látom, sötét. Hogy mi történt? Sötét. Ja, hogy nem látják, kérünk egy kis fényt. Ja, mert hogy úgy gondoltuk, hogy úgy még izgalmasabb. Egy kis fényt kérünk szépen a nézőtérre. Legalább én is fogom látni önöket. 721, és akkor még előtte van ugye három darab nulla, ami beelőzte a 721-et. 0, 0, 0, 7, 21. Először 0, 0, 0, 7, 21. Másodszor. És ha nincs itt semmi gond, harmadszor, hiszen ha később visszajön a jegyével, igazolja, hogy az övé az adományért, akkor elviheti Csőrös Dávid álomfogó című airbrush képét, úgyhogy már bele is tehetjük ezt Andi a borítékba. Ez volt az első nyertesünk, köszönjük szépen! És már jön a második nyereménytárgyunk, Kamarás Evelyn, egy különleges papírmosír technikával készített gyermekjelmezet, sisakkal és mellénnyel. Na erre én már tudok olyat, aki szívesen ezt hazavinni. És akkor a mi kis segítők, hozza nekem. Nagyon szépen köszönöm, közben elárulod a neved. Kamilla, egy csodaszép és csodaügyes kislány, köszönöm szépen, és a második nyerőszámot a 815-ös sorszámú jegy tulajdonosának húzta. Ott van! Nagyon jó! Úgyhogy Vivian megkapja a kettes számú borítékot, és a 815-ös számot kell látni a jegyen. Ha ez így van, akkor elviheti Kamarás Evelyn papír masé jelmezért a nyertes. Köszönjük szépen! Következik a harmadik nyereménytárgyunk, Bíró Lackó, egy két panelből álló afrikai tájképe, ami egy nagyon különleges ugye, sziluett, gyönyörű szép. Ezt ugye divat egyben is feltenni, meg ilyen kisebb-nagyobb távolságokkal. Meglátjuk, hogy kinek lesz módja próbálgatni majd otthon, hogy hogy is mutat mindez. Három darab nulla, megint az elején, és 607 a vége. Tehát a 607-es sorszám az afrikai képhez. 607. Itt van a nyertesünk. 607. Gratulálok sok szeretettel. Örül neki? Remélem, hogy lesz hova tenni majd. Köszönöm szépen. A negyedik tárgyunk. Hát ezt a hölgyet nincs, aki nem ismeri. Marilyn Monroe, Csürös Dávid. Alkotta meg őt egy újabb airbrush technikával, 56x45-ös képen vihető haza a hölgy, és tehető ki a falra, aki pedig ehhez esélyt kap a 625-ös sorszám tulajdonosa. Ott lesz a nyertesünk. Melyik oldalról szeretnék kapni? Erről, jó. 625-ös, egy Csürös Dávid alkotás. A következő, ötödik tárgyunk Kamarás Evelyn pasztell technikával készült képe, egy A2-es méretű absztrakt alkotás, ami, mint láthatják is, egy női testet ábrázol. Férfiak előnyben, ugye ezt tegyem hozzá? Jó. Kamilla, hozza a következőt nekem. 698-as. 698.
Itt lesz Klárikánál, gratulálunk sok szeretettel, tehát a 698-as nyerte Kamarás Evelyn Pasztel-technikából készült képét. A hatodik alkotás Ferevényi Diana Angyal című képe, ami egy olaj technikával készült, és meglátjuk, hogy Kamilla kinek szerencsét hozó kisasszonnyá válik, 671-es. 671-es. Ott lesz hátul, ez is ezen az oldalon utazik, 671-et kellene majd ellenőrizni, és ha stimmel, akkor az Angyal című kép Levé Diana jóvoltában szintén gazdára talált. Szerintem a következő képen szereplőt is mindenki ismeri, Charlie Chaplin is itt van velünk a mai jótékonysági esten, méghozzá Csűrös Dávid jóvoltából, aki egy airbrush technikával készített egy 56x45-ös képet. Köszönöm. És a 854-es sorszám tulajdonosa viheti el. Öné? Gratulálok! Megmondom őszintén, nem gondoltam egyébként, hogy ekkora nagy találati alány lesz helyben. Eddig csak egy sorszám tulajdonosa nem volt itt. Gratulálok önnek is nagy tisztelettel és szeretettel, tehát a Charlie Chaplin kép is gazdára talált. Nádudvari Tamás 8x60 cm-es szürrealista portréja, ami szintén airbrush technikával készül, a 8. nyeremény tárgyunk. Nekem ez is nagyon-nagyon tetszik, nagyon különleges alkotás. Kamilla pedig hozza. Húha, nagyon közel vagyunk, nem tudom, az ezrest eladtuk? El? Az ezres jegyet? Igen. Hát majd kiderül. 993-as. 993-as. Ott a nyertes. Ami ugye nem azt jelenti, hogy 993 jegy fogyott el, hiszen többféle sorszámtömbről dolgoztunk, amelyek nem egymás után vannak. Tehát lehet, hogy a 400-as az nincs benne, mert azt még nem nagyon húztunk, de a 600-as, a 700-as, ezek szerint a 900-as tömb is, az biztos, hogy benne van. Kamarás Evelyn egy különleges papírmasival, technikával készített gyermekjelmes sisakkal mellénnyel. Ugye ez a másik, amit Evelyn hozott el a mai jótékonysági estre, és 600-as több is játszott, hiszen 664-es a nyertes felvény. 664. Ott? Megint? Ott már volt? Nagyon jól választottam. A másik is a jelmez volt, nem ugye? Jó. 664-es. Ami gazdára talált. És akkor most jön a gördeszka. Ki szeretné hazavinni? Jó sokan. Dobos Norbert különleges extravagáns alkotása, ami egy gördeszkára készül, és ezzel aztán lehet majd az unokának vagy a gyerkőcnek menőzni, hogy neki milyen fantasztikus gördeszkája van. És 200-as jegy sorszámú tömbünk is volt, hiszen elől és hátul kettes, középen pedig egyet több, vagyis hármas. 232 a gördeszka tulajdonosának sorszáma. Itt elől szerintem ön olyan vagány, hogy biztos, hogy ki fogja próbálni. És ön abban a szerencsés helyzetben van, hogy Kamilla és Andrea át is adja önnek ezt az ajándéktárgyat, hiszen ez annyira különleges volt, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt átadjuk itt a helyszínen, mint ahogy a plusz ajándékot is. Nagy tisztelettel és szeretettel gratulálunk! Használják egészségen és boldogságban! És ha már említett, jótékonysági est előtt érkezett plusz ajándék a K&H Bank felajánlásából egy Bacsó István alkotás, amit szintén itt most bemutatunk, és ezt követően Kamilla táncolni is. Adjunk egy kis zenét a kislányba. Nagyon jó.
Camila. Nagyon-nagyon aranyos ez a kislány. Na, hát Camila mutatja ezt a képet. Ez egy Bacsó István alkotás, aki nem tudná, Bacsó István ugye az Izsó Miklós képzőművészeti kör vezetője, amatőr alkotó, és azt gondolom, hogy ez egy becsben tartott kép volt eddig, és nagyon szépen köszönjük a banknak, hogy ezt átadja az 51-es sorszám tulajdonosának. 0-0-0-0-51. Itt van-e? Akkor úgy kezdtük, ahogy zárunk, az első és az utolsó nyereménytárgyunk tulajdonosa, az nincs most itt a körünkben, de egy nagy-nagy tapsot küldünk mindenkinek, aki legalább egy darab adományt legyen vásárolt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ezzel a sorsolásunk véget ért. Én azt gondolom, hogy ez egy kis... Kamillát ne hagyjuk ott, gyere Kamillát! Gyere, édesem! Hát ő már olyan jól érzi magát. Ő olyan jól érzi itt magát. Tapsoljuk meg Kamillát, nem nagyon-nagyon ügyesül. Őt nem tudjuk is sorsolni, ez a rossz hírem. Nem adják. Nincs az a pénz. Nincs. Köszönjük szépen még egyszer. Ez egy kis gesztus volt és egy kis játék a Kóza Nostra kreatív csoport jó voltából, hiszen úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen sokan eljöttek, ilyen sokan segítenek Szalkai Dávidnak és családjának, akkor az adományi jegyek szolgáljanak akár Fortuna Istenasszony kegyeibe fogadott hölgyek, urak részére egy-egy kis apró ajándékkal is. Úgyhogy ennyivel tudtunk önöknek kedveskedni. Én azt szoktam tenni egyébként, ha ilyen nemes ügy van, és arról van egy kicsi apró relikviám, akkor én a kis szekrényembe, a vitrénbe beszoktam tenni a jegyet. Remélem, hogy nagyon sokan így fognak majd tenni. Nekem még megvan az is, amit Bondár Tomika, aki már sajnos azóta elhújt, jótékonysági estjén ugyanitt az Egressében meghívóként és jegyként kiállítottunk, és megmondom őszintén, az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sokat nézegettem, és gondoltam rá is, és arra a kisfiúra, akiért szintén 2 évvel ezelőtt nagyon sokat harcoltunk és küzdöttünk egy másik gála jó voltából, ő sincs már velünk, de én tudom, hogy Dávid olyan nagy küzdő, hogy ő nagyon-nagyon sokáig velünk, családjával, barátaival lesz, és önök ma nagyon sok erőt és nagyon sok adományt adtak neki, hogy mennyit, ez rövidesen majd kiderül. Köszönet még egyszer önöknek ezért. És akkor most következik a mai este sztár fellépő csapata, a Miskolci Illés Emlékzenekar. Az Illés együttes megalakulása után 40 évvel jöttek létre, 2005-ben Miskolcon, vagyis idén ünneplik fennállásuk 10. évfordulóját. Miután az Illés zenekar 2005. augusztusában végleg elköszönt a közönségtől, az Emlékzenekar tagjai eldöntötték, hogy a magyar rockbeat zene úttörő zenekarának szellemét a színpadon tartják, és a dalaikat tovább népszerűsítik a fiatal korosztály számára is. Most hozzánk egy mini koncerttel érkeztek, színpadon tehát a Miskolci Illés Emlékzenekar. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, szabad énekelni! Jó estét mindenkinek, jó, köszöntök mindenkit! Szóljanak az Illés dolog, akkor csapjunk is bele! Aki ismeri a dalokat, nyugodtan énekelhet velük. Légy jó kicsit hozzám, engedd, hogy menjek, ne menj el! Érts meg, nekem is fáj, de el kell most menjek, ne menj el! A hosszú úton velem leszel, mindig szerelmesen. De rajtad kívül gondolatom, nem lesz soha nekem, ó, ne!
ne sírhát, ne sírjál, ne sírjál, ó, ne! Légy egy kicsit kedves, ne mondd, hogy várja, ne menj el! Légy jó kicsit hozzám, hogy indulni tudja, ne menj el! Minden napra írok neked hosszú leveleket. Minden este veled eszek, ígérem, mindig veled. Ó, nem, ne sírjál, ne sírjál, ne sírjál, ó, nem. De rajtad kívül gondolatom, nem lesz soha nekem. Ó, nem, ne sírjál, ne sírjál, ne sírjál. Ó, nem, ne sírjál, ó, nem, ne sírjál, ó, nem, ne sírjál. Köszönjük szépen, hát hölgyeim és uraim! Kicsit annyival kiegészíteném, minden lehet, hogy nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és természetesen nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. A Miskolci Illés Emlékzenekar akusztikus kivonata látható a színpadon. Az úgynevezett Mi ez műhely, amely Miskolc és vonzás körzetében, illetve máshol is az országban egy zenei akusztikus műhely formájában dolgozza fel és adja elő az Illés fonográf, illetve ezek előadókhoz köthető dolgokat. Természetesen Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Bródi János támogatásával, aki pedig az egész zenekar szeretné majd látni, mert ez egy kis eszencia, ez a mai kis előadás, kis bemutató. Azt nagyon szívesen látjuk Miskolcon jövő hét utáni héten pénteken, ahol Leer István lesz a Miskolci Illés Klub vendége, és ott természetesen az egész zenekar látható, hallható. És akkor Levente legelső szerzeménye következik, amelyet nemrég bemutatott nálunk is, hiszen most volt 70 éves. Következik 1966-ból az utcán. Néha furcsa hangulatban az utcát járom egy magamban. Nincsen semmi hessekedben, de érzem azt, hogy nincs ezzel felé. És aki tudja, már tudnám hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek. Megállok egy utca sarkon, merre tovább, melyik úton. Vannak, akik végig érnek, szép
Tisztességben megőszült nagymama. Küldjük neki a dalt, illetve minden Sárikának itt a teremben. És egy kis segítséget kérnék a teljes közönségtől. Lássuk ezeket a magasztal! Nagyon jó! Sárika, egy kicsikét butácska, de Sárikának a szíve gitár van. Thank you.
amit ő énekelt el 1990-ben a Népstadionban is 100 000 ember előtt, és mostanság bevettük mi is a műsorba, főleg amikor nem régen februárban Erdélyben jártunk, akkor egy elég nagy tömeg énekelte velem és segített ezt a dalt elénekelni, úgyhogy megkérem a kedves jelenlévőket, hogy egy kórust alkotva próbáljuk meg. Hát ha sikerül megint. Aztán otthonra mentünk nagy család.
nagyon jó. Két hét múlva Miskolcra, illetve bármelyik koncertünkre, és akkor akár Szörény Leventével is találkozhat. Miért hagytuk, hogy így legyen? Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa? Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra? Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsát? Most lássuk a kezeket a magasba, és aki tudja, világot közt elmenni, tudom szép volna kedvesem, világ sincsen, e sem van már, miért hagytuk, hogy így legyen.
volt az utolsó a mai jótékonysági esten, illetve mégsem az utolsó, hiszen még készülünk egy fináléval, amiben még egy meglepetés vendégünk van, egy művész, zenész család, velük is találkozhatnak, na és természetesen találkozhatnak még a műsor résztvevőivel, és hátra van az a bizonyos adomány átadás, amire szerintem mindenki nagyon-nagyon vár, és mindenki nagyon kíváncsi, hogy a mai este során mennyi támogatást sikerül majd átadnunk Szalkai Dávid családjának. Én nagyon-nagyon szépen megköszönöm még egyszer, hogy nekünk szentelték ezt a mai estét, és hogy ilyen aktívak voltak, és adakozóak, és hogy megnyitották a szívüket Dávid felé, és tudom, hogy nagyon-nagyon sokan, akik itt ülnek, nem csak Dávid irányába, hanem minden elesett ember irányába. A következő percekben nagyon sokan érkezünk majd ide a színpadra, és azt gondolom, hogy egy olyan zárófinália lesz majd a mai estének, ami méltó zárása annak a gondolatnak, amit az Új Kazinci Baráti Kör és együttműködő szervezetei elindítottak. Azt mondtam valamikor egy órával ezelőtt, hogy ismerve a szervezőket, biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az első, és nem is az utolsó kezdeményezés. Amit viszont ki szeretnék emelni mindenféleképpen, hogy az elején voltak félelmeink, hogy vajon hányan fogunk itt ülni ebben a színházteremben. Aztán, ahogy telt az idő, és egyre többet dolgoztunk együtt, akkor már úgy éreztük, biztos leszünk 50-en, aztán 100-an, 150-en, és szerintem közel 300-an voltunk itt ma este, és reményeink szerint még többen voltak itt velünk lélekben, úgyhogy egy nagy-nagy tapsot kérek önöktől maguknak, hiszen szó az összefogás ereje, de helytálló szerintem, akár a résztvevő közönség, akár pedig a résztvevő felépő művészek részéről. Most újra megnyílik a színpadi tér, még behelyezünk egy technikai eszközt ahhoz, hogy az utolsó csapattal is tudjunk találkozni, méghozzá egy apukával és a fiával, és elgondolkoztam rajta, amikor a Flash Time Studio műsorát láttam, és volt benne egy nagyon jól mozgó fiatalember, ugye látták önök is, hogy az a fiatalember, aki rövidesen itt lesz majd a színpadon, valamikor úgy, hát nem akarom öregíteni őt, de olyan 8-10 évvel ezelőtt, még a Flash Time Studio tanoncaként is nagyon sokszor volt itt fent a színpadon. Így van, Tamás? Így van. Így van bizony, hiszen következik most Kotner László, apuka és nagyfia, Kotner Tamás, akik szintén lelkes támogatója az Új Kazinci Baráti Kör rendezvényeinek, magának a baráti körnek is, például Tamás tegnap és apukát más feladatokra is használtuk, azon kívül, hogy készültek a mai rendezvényre, és nagy-nagy köszönet és hála ezért nekik. A folytatásban tehát Kotner László és Kotner Tamás következik, ők először azt öntik majd dalba, ami a mai este alapgondolata volt, mit tehetnék érted. Ez lesz az első dal, szerintem nagyon sokan ismerik, úgyhogy bátran énekeljék Tamással és Lászlóval. Technika ördög eddig elbújt, és nem jött el erre a jótékonyság este, mert őt nem hívtuk meg egyébként. De úgy látom, hogy az utolsó produkcióra azért csak bebújt a kis ördög a szintetizátorban, most azonban már minden rendben. Tehát mit tehetnék érted? Kotner László és Kotner Tamás. Csodát tenni nem tudok, s azt hiszem már észrevette, a jó tűnnél sem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról,
ez a sötét szorúság. Úgy érezném, vannak még csodák. Hát mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen, mit tehetnék, áruld el nekem. Nincsen varázspálcám, mellyel bármit eltüntethetek, s annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtöltem a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen, mit tehetnék, áruld el nekem. Nincsen hétmérföldes csizmám, nincsen varázskövenyem, hogy holnap is még veled leszek, sajnos nem ígérhetem. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatot, lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen, mit tehetnék, áruld el nekem. Mit tehetnék érted, hogy előzzem a bánatot, lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot. És még ide szólítanánk dr. Oberrecht Gabriellát, a Gyógyító Jószándék Alapítvány vezetőjét, akit nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk Katinc Marcikán. Kérem, hogy fáradjuk oda Katikáékhoz. Hiszen az ő által a vezetett alapítvány rengeteget tesz az olyan betegekért, mint amilyen Szalkai Dávid is. Az elmúlt időszakban is szerveztek olyan jótékonysági gálát, programot, ahol egyébként Dávid is ott volt lélekben, és neki is természetesen segítettek, és mi úgy gondoltuk, hogy a mai este úgy stílszerű, hogy a szervezők részéről ő mond köszönetet. Úgyhogy színpad közepére kérem vezetőasszonyt, öné a szó. Mindnyájan vagyunk úgy, hogy egy eseményről csak hetek, hónapok vagy évek múlva gondoljuk azt, hogy milyen gyönyörű szép emlék. Én ma biztos vagyok benne, hogy nekem ez a mai este önökkel egy gyönyörű szép emlék lesz majd, amire jó lesz visszagondolni. Mert az ilyen csodálatos közösségre, ahol érződik a
segítő szándék, a segítő jó szándék, ez erőt ad nekünk a mindennapokban, ami mindenkinek vannak gondjai. De azt hiszem, hogyha megnézzük ezt a fényképet, és Dávidra gondolunk, a Szalkai családra, akkor az esetleges mi gondjaink eltörpülnek, és rájövünk, hogy tényleg soha nem szabad feladni, mindig-mindig minden újra lehet kezdeni. Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos műsort, köszönjük a szereplőknek, akik igazi élménnyel ajándékoztak meg bennünket, és köszönjük Göndör Juditnak, aki az a reklámszöveg, hogy ő nélkül ez biztos, hogy nem lehetett volna létre, mert igazi profi munka volt, többször elmondtad, hogy amatőr szereplőkkel, nem itt mindenki profi volt, a segítésben profi, és ezért Juditnak szeretnék átadni egy emléklapot. Egy vici kisadt, és mutasd a közönségnek, elmondom, hogy ezt az újhazőző barátiktól, a osztalók a kreatív csoport, és a blues barátok tudja nevében adjuk át Juditnak, mert Judit egy csodálatos, és nagyon szépen köszönjük. És én személy szerint szeretnék még egy mondat köszönetet mondani az Ambrózia panziónak, akik ma estére meghívtak engem. Természetesen a szállásra szánt összeget a saját adományommal együtt én is betettem a nagy kosárba, és nagyon köszönjük önöknek, hogy főleg önöknek, hogy itt voltak és adományoztak, mert ugye önök nélkül se jöhetett volna létre, és egy igazi csodálatos emberi közönség. Én életemben először vagyok Kazincparcikán, és nagyon jól érzem magam. Köszönöm önöknek, köszönöm mindenkinek. És nagyon megtisztelő, de azt gondolom, hogy ebben a történetben én vagyok a legkisebb, úgyhogy átadnám ezt a nagy köszönetmondást Katikáéknak és minden egyes résztvevőnek, hiszen azt gondolom, hogy ez az ő sikerük és az ő fantasztikus ötletük volt, aminek során egyébként rövidesen át is adjuk az összegyűjtött adományokat, úgyhogy nagy tisztelettel várom a Szalkai család képviseletében Ficeréné Mariant és Tóth Orsit is, hiszen Dávid ápolása miatt ugye a család nem tud személyesen részt venni ezen a mai estén. Reméljük lesz majd olyan is, amikor igen, hiszen már akkor egyedül gép nélkül tud majd lélegezni Dávid, és meg tudják majd azt tenni, hogy több órára, esetleg más gondjaira bízzák. A következő lépcső pedig, hogy már ő is itt tud majd lenni velünk egy bármilyen más újkazinci rendezvényen. Én most nagy tisztelettel arra kérném a család képviseletében Mariant és Orcsit, hogy fáradjanak a színpad közepére, és ugyanezt teszem az újkazinci baráti kör két képviselőjével is, hogy középre szólítom őket. Egy kicsit még közepebbre, hogy a fotósoknak is tudjunk tervezni, hiszen Kármányi Katika és Lannenbergerné Marian az, akik egy szívecskét jelképező dobozzal állnak itt a színpadon, és a dobozban ott van egy papír, a papírra pedig fölírva az az összeg, amit ma összegyűjtöttünk, ami átutalásra kerül majd az alapítványon keresztül a család számlájára, és ami 369 000 forint. Egy fantasztikus összeg. És reméljük, hogy néhány hónapra segít a családnak, hogy neki szeretnél és szeretettel átjöntjük most ezt. Sok-sok puszi kísérletében a kukának, a rukának és Dávidnak. És hoztunk még ajándékot, hiszen az együttműködők is készültek. Kolléganőm itt segít a háttérben, és átadunk még két ajándék kosarat, amit az együttműködők biztosítanak a család részére. Ezek ilyen kis jelképes ajándékok, reméljük, hogy segít majd a mindennapokban a blues baráti kör részéről is, a lakógyanokra, kreatív csoport és az újhazinci baráti kör, valamint az alapítvány.
És Istent arra kérem, hogy legyen nagyon gáláns robot, és ha a fotó megtörtént, vegye vissza a csomagokat, mert a hölgyek is hoztak valamit, erről ők nem tudnak egyébként, ilyen összeesküvések voltak a háttérben, mert hogy a család is nagy tisztelettel és szeretettel megköszönné az ötletgazdáknak, és tulajdonképpen elsőként az alapítvány vezetőjének azt, hogy segítették őket, utat mutattak, és mindig mellettük álltak. Úgyhogy érkeznek azok az ajándékok, amivel a család érkezett, és ezt szeretnék átadni majd elsőként dr. Oberrecht Gabriellának, a Gyógyító Jószándék Alapítvány vezetőjének. Nagy tisztelettel és szeretettel én elveszem a mikrofont, hogy nem, még nem veszem el. Jön az ajándék, addig megköszönöm, és megígérem, mint hogy ez volt a eddig is hónapok óta támogattuk már a Szalkai családot, ezentől is megtesszük, és részt veszünk a mostani adományok összes adminisztrációnak intézésében, és igyekszünk további szponzorokat is biztosítani. Köszönjük Önöknek még egyszer. Nagyon szépen köszönöm, Gabriellának. Középre szeretném szólítani Kálmánné Katikát és Mariont is, hiszen ők az új Kazinczi baráti kör nevében végeztek elévülhetetlen munkát. Katikon, Gabikát is oda kérem elléjük, mert most kiegészülünk a férfi szakasszal. Rabina Norbert és Jenes István, a másik két szervezet, akik segítették és támogatták ezt a rendezvényt. Jól nézzák István! Nem a jó nagy ember tudom még tartani. Köszönöm szépen, és hogy a hölgyek sem maradjanak virág nélkül, szerintem még ott lesz majd egy virág átadás a Norbiék részéről. István már nem tudom, hanyadik kezével fogja majd mindezt megtenni. Minden esetre természetesen majd, ha véget ér a mai rendezvény, akkor elosztják a csomagokat egymás között, úgyhogy nagy tisztelettel és szeretettel megköszönjük nekik. Nagyon szépen köszönjük. És akkor még visszakérem majd Orsit és Ficeréné Mariant egy pillanatra ide a színpadra, hiszen próbáltuk ugye egy kicsikét lazábbra venni itt a végét, de természetesen a hölgyeknek szeretnénk a családnak kedveskedni egy-egy szép virággal és egy kis ajándékkal. Nagyon szépen köszönjük, és minden-minden jót kívánunk a Szalkai családnak, és önöknek is nagyon szépen köszönjük. Nagyon szeretném megköszönni az egész csoport és a társaság nevében a Juditnak a munkáját. Egy kicsit meglepetés, azért is lepődtél meg, hogy elkértem a mikrofont. Mindjárt az egész csapat és az itt jelenlévők szeretetét akarok átadni, ebből a kis jelképes ajánlék. Nagyon szépen köszönöm, és nagy tiszteltetés, hogy itt lehettünk együtt. Van még egy ajándékcsomagunk, amit át szeretnénk adni. Kérném szépen Mariant és Orsit ide középre, hiszen a városban működő egyik illatszer üzlet, hogy ilyen finoman fogalmazom meg, mindjárt ki fog derülni, hogy melyik, és készült egy a saját profiljába tartozó ajándékcsomaggal, úgyhogy nagy tisztelettel és szeretettel várnám a Drogéri Márk dolgozóit, munkatársait, akik egy-egy ajándékcsomaggal érkeznek, és köszönjük szépen nekik, hogy gondoltak Dávidra és családjára, hiszen ez az ajándékcsomag, amit átadnak most a hölgyek, azt gondolom, hogy nagyon hosszú időszakra fognak segíteni.
olyan termékben van, amit az életet forgalmaz, és eddig most én megöltem meg előtt. Maradjatok ti is itt, készíves. Maradjatok itt, hiszen a csapathoz tartoztok. Innentől kezdve, tehát közel 370 ezer forintot gyűjtöttünk össze a mai este, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok jó ember tudott ma este itt együtt lenni a Nem adom fel elnevezésű jótékonysági esten. Én még egyszer egy óriási nagy tapsot kérnék szépen a résztvevőknek és a szervezőknek, aztán fantasztikus áldozat is szép estén volt. És arra kérlek benneteket, önöket, hogy egy kicsit jöjjünk ide együtt előre, hiszen következik a záró produkció, amikor Kotner Tamás és Laci egy olyan dalt énekel nekünk, ami azt mondom, hogy méltó zárása a mai estének, milyen szép a világ. Fölben a fű, ragyog a fény, s a könnyű szél arcomhoz ér, akkor hadd mondjam el, milyen szép a világ. Jó éjszakát, neked hadd mondjam el, milyen szép a világ. A szivárvány színét az égre festheted, a felhő bánatát messzi űzheted. Nincsen már semmi baj, ne bánts másokat, örülj, hogy élsz, hisz ember vagy. Ha szomjas a szív, akkor se félj, szerelmet oldhat új szenvedély, neked hadd mondjam el. A szivárvány színét az égre festheted, a felhő bánatát messzi űzheted, nincsen már semmi baj, ne bánts másokat. Oh.